hát most már gyakorlatilag évek óta a kutyapárt szokta megtartani a marihuána márcsot, ami egy nemzetközi kender világnap igaziból. Most megint itt vagyunk idén, és van egy jó hírem, legális lett a fű! Na nem ebbe az országba, nyilván, de már most a fél világban, meg fél Európában, de nem baj, egyszer csak megállítjuk Brüsszelt. Segítetek, reméljük ebben is. Én igaziból elkezdtem unni azt a sok szöveget, ami Marietta megállítja, ő megállítja, betiltja a füvet, hogy Nyugat-Európa is olyan boldog lehessen, mint mi, magyarok, józanul, igen, és hát az a szomorú hírem, hogy én ugye minden évben legalább 8-szor megkapom a Ferencvárosi Testület ülésen pártoktól függetlenül, hogy kápszi partikat tart a kutyapárt, ezt értik a legális demonstráció alatt, a drogosozást, meg a hasonlókat. Többször olyan képviselőktől, akiket azért az alkohol elég komolyan a csapdába ejtett már évtizedekkel ezelőtt, szoktam fölhívni a figyelmüket, hogy nem a tőlem kell félteni a ferencvárosi óvodásokat, nem adunk a jó kis füvünkből ilyen kicsi gyerekeknek, ők dolgozzanak, csak matricázzanak meg ilyesmi szorgalmasan, hanem így nézzék meg, hogy akár a középiskolásoknál a tömény alkoholfogyasztásnak a mértéke milyen gyönyörű, meredeken fölfelé ívelő grafikont mutat, és egy kicsit essenek ezen kétségbe. Ugye mit szoktam ilyenkor én elmondani, de már tényleg így évek óta, a kutyapárt nem csak a marihuána legalizálásáért, bocsánat, a marilizálásáért küzd, hanem egy okos drogpolitikáért. Van ilyen az országban? Nincs. A drogstratégia pár éve lejárt, azóta nem írnak ki pályázatokat sem a szakmai szervezeteknek, akik egy picit is még értenének hozzá. Kiért az egész okos, vagy az egész drogpolitikához? A politikusok értenek a drogpolitikához, a politikusok tudják, hogy Magyarországon nincs drog, 20 óta eltűnt, ezért nincsen újabb drogstratégia. Alkoholstratégiába pedig ez az ország még nem gondolkozott, pedig valószínűleg érdemes lenne egy kicsit ezen is elgondolkozni. Úgyhogy amikor el szoktam mondani, hogy igen, tök jó lenne, hogyha a rendőrség nem az egyetemista füvesek után kellene rohangáljon, hanem esetleg a komolyabb dolgokkal tudna foglalkozni, hogyha a bíróság, az ügyészség, meg az összes ilyen szerv, meg a laboratóriumokban nem a füvesek pisiét ellenőriznék csiliókért, hanem mondjuk azt, ami valóban veszélyt jelent a társadalomra. El szoktam mondani, hogy nincsen ellátórendszer, ha véletlen az őrült gyereket azt hitné, hogy a biofű az fű, nem fű, ugye ilyen heroinnál egy kicsit súlyosabb méreg, rácsúszik esetleg, mert senki meg nem mondja neki, hogy mi a különbség egy növény és egy kemikália között, és mondjuk elmenne segítséget kérni, mert már nem tud végigülni egy tanórát 45 percet, mert rázza a hideg, meg izzad, meg minden baja van. Mit tud csinálni? Mit tudod csinálni mondjuk 10 éve, amikor a designer drogok így fölütötték a fejüket? Én akkor Borsodban tanítottam, egyetlen egy civil szervezet lehetett fordulni egész megyében, megkerestem őket, segítsenek egy picit itt a szülőknek, meg a diákoknak elmagyarázni, hogy mi van. Mit mondtak? Naponta 3 falu keresi meg őket, és kér segítséget. És hányan nem voltak ezek a szervezetben? Hány ember önkéntesen? 3. Úgyhogy sajnos nem nagyon tudtak segíteni. Most mi történik azóta? Még a drogprevenciót, meg az addiktológiát is kiszervezik az egyházak plusz támogatására, mert nem kapnak még eleget az adóforintjainkból. Úgyhogy országszerte a baptisták koffein függőket kezelnek. Éljen, nem lesz több koffein függő az országban. Majd erre is gyűjtünk egy kis pénzt még, hogy az egyházak le tudják szoktatni a kávéról a népet. Nagyon-nagyon örülünk, hálásak vagyunk kormányunknak az odafigyelésért, az aggodalomért, és hogy tényleg a jövő generációjára is gondol, meg a múlt generációjára is. Nagyon örülnénk neki, hogyha lenne egy értelmes okos drogpolitika az országban, esetleg kivételesen a szakmára, a szakértőkre is figyelnénk, és őket kérdeznénk, nem pedig azokat a politikusokat, akiket úgyis csak a 3 perces hírnév érdekel.
Kutyapárt megengedheti magának, hogy kiálljon emellett a téma mellett. Én tök örülnék neki, hogyha már jövőre egyrészt nem kéne megszerveznünk ezt a demonstrációt, mert nagy változások jönnének az országban. Olyan iszonyatosan sok esélyt erre így ebben a másodpercben nem látok. Annak is nagyon-nagyon örülnék, ha más politikai pártok is ideállnának mellénk, és bevállalnánk azt, hogy itt ez nem összességében a fű legalizálásáról szól, hanem arról, hogy mit csinálnak ezekkel az itt lévő emberekkel, milyen segítséget ad az egészségügy, milyen ellátórendszer van, és mit csinál a civil szervezeteikkel, akik esetleg az állam helyett szeretnék ellátni ezeket a feladatokat. Annak is nagyon örülnék, hogyha lennének olyan bátor civil szervezetek, akik esetleg megszervezik helyettünk ezt a tüntetést, de egészen addig megígérem, hogy mi minden évben itt leszünk 4. hó 20-án, és hát legalább egy kicsit jól érezzük magunkat, lesz majd joint tekerő verseny is, ezt már olvastam az újságokban, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolog. Egyébként sajnos nem igazi fűből tekerjük. De lehet gyakorolni azért minden esetre. Nagyon köszi az összes zenekarnak, föllépőnek, segítőnek, aki eljött és bátran kiáll emellett a téma mellett. Azért mindenkit megnyugtatnék, az elmúlt években senkit nem vittek be. Lehet, hogy jövőre ezt kell csinálni ahhoz, hogy egy picit jobban odafigyeljenek a kérdésre a felelősök. És még egy lesz majd, tehát zenebeszéd, nagyjából ez lesz a mai nap, érezzétek jól magatokat, és beszélgessetek egymással, olyan kevésszer tehetjük ezt meg élvezzétek a délutánt, meg azt, hogy nem szakad az eső. Szemenyác doktor jön majd, olyan 17:30 körül fog beszédet mondani, talán ismeritek, volt még olyan időszak, amikor a kormány szakértőket is bevont a drogtanácsba, nem pedig csak a nemzeti oldalt. Ő akkor még tagja volt ennek, és elég kemény hangon tudja nálam sokkal pontosabban osztani azt a rendszert, ami az okos drogpolitika területén van ebben az országban. És lesz egyéb beszéd is, mivel sajnos mondjuk a kutyapártnak sincs egy fillére se, talán erről már hallottatok itt az elkövetkező kampányokra, tehát köszi, hogyha minket is támogattok, de mi most emellett egy másik szervezetet is szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani, a Józan Babák Egyesület. Esetleg, hogyha megmutatnád magad, akkor, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Majd most akarsz beszélni, vagy tudsz egy picit még lesz maradni? Lesz Oké, akkor beszélde. A zenekar és a kutána köz meg, akkor dumálunk még. Nekik szeretnénk egy picit még gyűjteni. Vannak szóróanyagok itt, ahol már az ő bankszámlaszámuk is látszik. Egy olyan szervezet, de majd hallhatjátok a képviselőiket is itt beszélni picit a színpadon, akik egyetlenek az országban, akik ezzel a területtel foglalkoznak és segítenek. Ha jól tudom, naponta 15-20 bejelentkezés és segítségkérés érkezik hozzájuk. Nagyjából évi pár millió, nem milliárd, millió forint, amiből már tudnának működni. Na, ennyit sem sikerül az ő támogatásukra adni. Nincsenek pályázatok, teljesen kivéreztetik azokat, akik a saját szabadidejükben az állam helyett feladatokat végeznek. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, tök jó, hogy itt vagytok. Én azt gondolom, hogy a Józan Babák Egyesületnek is minden fillér számít ahhoz, hogy tudják csinálni, amit és segíteni ebben az országban az embereken. Keressétek a szólapokat, meg majd ki is rakunk mindenfelé még többet. Tényleg szerintem nagyon pici segít nekik. Úgyhogy a lejmolást is befejeztem. Azt hiszem, mindent elmondtam, bocsánat, ha nem volt egy túlságosan föltüzelő, de ilyen évről évre ugyanezeket elmondani, mert egy kicsit én is belefáradtam a dologba, úgyhogy visszaadom a csekének, akinek köszönjük, hogy házigazdája itt az eseménynek, és nálam sokkal viccesebben pörgeti a dolgokat. Jön egy... Még annyi, hogy a Gergő el szokott mondani egy nagyon fontos információt rólam mindig. Az megvan? Hogy te vagy a csirke? Igen, ezt szoktam mondani. Szóval a következő fellépő...